Szevasztok! Halli! Halli! Halló. Itt van mindenki! Roger! Hiánytalanul! Igen. Roger nyúl a pácban. Erről jutott eszembe. Igen. Azt akartam mondani, Na, hogy... Van. Le vagytok pukkanva. Annyit akartam mondani, hogy we did it. Megcsináltuk. Túl. Hú, de még hogy. Krisztián az még most sincs magánál, csak szólok. Igen, mint a, mint a reportban. Még mindig a film hatása. Te láttad egyedül kétszer, mi az, hogy a hatása alatt vagy? <laughs> Nem tehetek róla, annyira magával sodort. Költői túlzások. Akik hallgatják az adást, azoknak mondjuk rögtön előjáró, hogy körülbelül egy órára húzzuk meg most a limitet, és két fő témánk lesz. Az egyik a Billion Lives premierrel a tapasztalatok, a másik pedig a Pör, ami tegnap volt, és Krisztián ott volt rajta, amit lehet majd, majd ö, megoszt velünk, ö, ami publikus, persze. Meg még egy-két egyéb téma, és készültünk egy, ö, egy exkluzív riporttal is nektek. Na de meséljetek! Meséljetek nektek, mik a tapasztalatok, mik a feedbackek, nektek, hogy jött le az egész. én, én ezt elmondtam már tegnap, előtt, tehát inkább most beszéljetek ti, mert én már Blackivel beszéltem erről, megelőtte valahol még beszéltem erről, tehát én már ezt sokszor-sokszor elmondtam, de más is mondja el, hogy, hogy ő hogy látja a dolgokat. Na, akkor kezdem én, mert... Kezdte, addig én kiszoradok föltekerni a potmétert. <síns> <síns> Nem akarom elhívni. Istenem, így legyen ötösünk a Lotton, Charlie. Így. Fél így, órát késik, így, így és még a potméter is. is el van baszva. Át kell Igen. mennünk, meg kell csinálnunk ezt a rendszert, mert ez nem rendszer, öt 5 perces, perces epoxi gyantát viszek, Charlie. Oké. Okay. Bekenjük 5 perc alatt Jó, én, keményre. Én meg a, múljonak a csuklóját fogom taktéppel leragasztani az asztalra, hogy csak a, a, az ujjait tudja mozgatni majd. Tehát csak a billentyűzethez tudjon érni, máshoz ne, ne tudja elbaszni. Ú, jó hangotok lett. Ó, Igen. Na szóval, feedback. Tehát, uh, ugye, egyrészt uh, olvastam rengetegszer a, a filmnek a szövegét, ugye, kép, uh, képi megjelenítés nélkül. Uh, nekem egy picit hosszú volt a dohányos rész. Mindenki ezt Va mondja. Valósz. hát mert így van. Ja. Uh, ja. Valószínűnek tartom, hogy aki egy picit jobban mozgott az elcigaretta tájékán, és mondjuk tájékozódott a dohányipar akkori kvázi aljasságairól, annak ez nem volt új ez a történet egyrészt, másrészt meg ez egy nagyon amerikai történet. Tehát Európában már azért... Nem, nem ez ez a kotta volt, amiből játszott a, a dohányipar. Ez az egyik észrevételem. A másik, hogy bármennyire is nem akartuk, de a politika minket majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy a, a valahol a dohányiparral kezd egy platformra sodorni, és ez, erről majd azért beszélünk a per kapcsán is. És, és retent, szóval nekem, nekem nagyon hosszú volt ez a rész, és amit én nagyon rövidnek találtam, az pont az elcigaretta a közösségnek a bemutatója. Az, az egészségügyi fasisztákról szóró rész az szerintem teljesen ki volt faszázva, az hosszában tartalmában ö, ö, és egyéb dolgaiban az teljesen jó volt. Tehát én magamban három ilyen nagy részre bontottam föl a, a filmet. <kül> Néha nekem egy picit meglepő volt a, a bejátszott, illetve összerakott anyagoknak a, a, nem is tudom, a minősége, meg a, nekem egy picit kusza volt ott, főleg a dohányipari része kapcsolatos dolgok. Illetve uh, a Winston ment, és most az hihetetlen mély elnézést kérek mindenkitől, de nekem a Winston men is sok volt a filmben. Sok hát neki már, igazából, uh, neki már igazából ugye az e-cigarettához uh, közvetlen köze nem volt, ő a dohányipari sztori alatt volt érdekes. Nyilván, mint, mint a, az ártalom csökkentés harcosat persze teljesen rendben volt, csak, csak nekem ezek voltak a, a, azok a részek, amik nem tetszettek. Ami tetszett, a maga dramaturgiai ív, ahogy föl volt építve, és, és az, hogy, hogy tényleg nyilvánvalóvá tette ezt a, ezt a nagyon furcsa, nagyon uh, mai, nagyon a, a multinacionális cégekre épülő piacnak a, a visszásságait. És hogyha ezt most így levetítjük, akkor ugye van a két profi uh, hadsereg, a, az egészségügy és a dohányipar, és vannak az abszolút kezdő, jó indulatú, önmagukon tesztelő, és nem tudom, annak idején ilyen volt a, ha emlékeztek rá, a, a béres csepp körüli uh, vita Magyarországon, hogy most ja. akkor ez jó, nem jó, izé, mi van, hogy van, tehát <kül> nekem ez egy ez a icipici keresztes harcosokban az meg egy szál Uh, mit tudom is én, uh, szalmapapucsban és Halloweenben hadakoznak a szélmalmok ellen. Multimilliárdos <haz> üzletek ellen, igen. <haz> igen, igen, igen. És azt uh, uh, nagyon lehet tudni, hogy mind a két ipar uh, fillére, tehát am, am, amiről egyébként nem esett szó, fillére pontosan ki fogja számolni, ki fogja ezt az egész történetet faszázni, és pont mi fogunk a végén szaruljárni, ezt most így uh, meg, meg merem mondani. Uh, ha csak valami óriási változás nem lesz, lesz egy Ferenc pápa a WHO-élén, vagy nem tudom, érted, aki aki azt mondja, hogy emberek, üljünk már le, gondoljuk újra ezt az egészet, mert, mert a 21. században már nem lehet... Uh, uh, 200 évvel el, ezelőtt, ti, mit tudom, is én tekintélyelvű és, és feudális alapokon nyugvó intézkedésekkel rendet tenni. Tehát nekem ez a, a véleményem. Na, mújú, akkor te, aki kétszer is uh, uh, letaglózott a film, te mit éreztél? Láttam, most már nyilván, tehát most már nem tudsz spoilerezni. Tehát, most nem már nem tudok. Uh, én elfogult vagyok nagyon a témában, nyilván ezen az sem segít, hogy itt három napot sikerült eltölteni, illetve hát másfél napot, de háromnak tűnt a, a, a társasággal. Nem azért, mert annyira hosszabb <laughs> volt, mint ami ennek éreztük, hanem hogy nagyon jó fejek voltak én nekem ugyanez volt egyébként a benyomásom, meg amikor először láttam Varsóba, ott is az egész közönségnek ez volt a benyomása, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok idő szán a film a, a dohányipar körüli történelmi dolgok körüljárására, de erre meg azt mondta Erron, hogy, hogy szerették volna bemutatni minden aspektusából a dolgot, hogy utána meg lehessen látni a párhuzamot a, a mostani egészségügyben föllelhető dolgokkal. Illetőleg, amit én hiányoltam belőle, az a merészebb megközelítése annak, hogy milyen pénzek múlnak a gyógyszeripar oldalán az elektromos cigaretta terjedésén vagy nem terjedésén. Ugye itt a a betegedést követő különféle gyógykezelések és gyógyszerek és egyebeknek az irgalmatlan pénzmozgató dolgára gondolok ami igazából az igazi bevételét adja a dohányzás kapcsán a gyógyszeriparnak, ehhez képest a leszoktató terápiás nikotinpótlós dohók forgalma bevételet röhelyesen eltörpül, és, és erre azt mondta Aeron, azt mondta hogy igen, látják, tisztában vannak vele, csak hogy meg kellett találni egy ilyen balanszolt üzenetet a filmmel, amiben a, a, az érzékenyebb lelkűekben sem ö, megy el nagyon összeesküvés-elmélet hangulatba a dolog, úgyhogy ezért nem került szó, ez, ezért nem jött szóba például ez az, az aspektus a, a dolognak. Ö, nekem nagyon tetszik a film, meg ugye így a visszhangja után a, a Facebook csoportokban is sok-sok-sok-sok visszajelzés jött, ahol egybe-kettőbe becsatlakoztam én is a beszélgetésbe. Ö, nyilván is szemmel nézve a, a filmet, ö, egész más elvárásai vannak a, a, a filmmel kapcsolatban az embernek, mint, mint egy átlag embernek, és arról nem szabad szerintem elfeledkezni, hogy hogy ez a film ez igazából nem az elcigiseknek szólt, még akkor sem, hogy nyilvánvalóan mi vagyunk a legkíváncsibbak rá hanem ez az átlagembernek szól, akinek évek óta mossa a média hülyeségekkel a fejét, és nyeli be a, a, a butaságokat a formaldehittől, a, a felrobbantól a minden baromságon át. Ez alapvetően nekik szól, hogy aki ha, ha, már eljut valaki odáig, hogy hajlandó megnézni egy dokumentumfilmet, akkor valószínűleg azért szokta használni a, a buksiját, hogy ők elgondolkozzanak ezen, és nekik nyissa fel a szemét, hogy, hogy mi is zajlik ez ügyben. Ebből a célból szerintem, és nekik ugye nem lesz sok a dohány, e, bigyó, nem lesz kevés az elcigi, tehát ebből az aspektusból nézve szerintem e, balanszolt a, 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 film. Nyilván a mi szemszögünkből nézve mi, nekünk azért más elvárásaink voltak. Én továbbra is nagyon szeretem ezt a filmet, és, és, és mondtam is Eronnak, hogy hát ez van, a, alkottak egy remek eszközt, és igazából tényleg innentől kezdve a még kezünkben van, hogy, hogy ezt hogyan, hogyan tudjuk forgatni. És a filmen kívül, magával a, az eseménnyel kapcsolatban, ennyi tühti kicsipet, elcigist még életemben nem láttam nagyon durva volt. Én azt gondolom, hogy, hogy hazafelé menet beszélgettünk erről, hogy az, az a, a, fajta felöltözés, amit a, a premier jelentett, az ugye két két fajta felöltözés volt. Egyszer felöltöztetted a testedet, tehát végre egyszer megadtad a módját annak, hogy hogy most gyakorlatilag egyfajta ünnepélyes hangulat lengje körül az egész személyedet azzal, hogy megtiszteled magad egy ingel, egy nyakkendővel, egy öltönnyel, egy szepcipővel, hogy kiöltözöl, és, és így kiöltöztetted a lelkedet is. Tehát úgy mentél oda a, a, a filmvetítésre, és remélem, hogy mások is ezt élték meg, hogy kellően át tudtuk élni ennek a pillanatnak a, az ünnepélyes mi voltát. Szóval nekem, nekem az, az, egész egy, egy nagy élmény volt, egy csodálatos, tényleg gyönyörű helyen. Úgyhogy nem győztem kapkodni a fejem, én még életemben nem jártam az Urániában, tehát nekem ez teljesen a, a hatása alatt voltam a, a helynek. És, és, az, és az embereknek. És mennyire igaz egyébként az, hogy, hogy a külsőség, az képes megváltoztatni a, a belsőséget is, illetve hát nyilván ez az ünnepbe öltözött lelkületű vapertársaság egészen másként festett, érted, mint hogyha ha, mit tudom az utcán egyszerre gőzölős fotók készültek volna, és, és tudjuk, hogy voltak ilyen vapervonulások meg, meg egyebek, de ez egy teljesen más alkalom volt, egy teljesen más lelkülettel, és egy, egy lecserélt emberekkel, vagy lecserélt lelkületű emberekkel meg megtisztelt házat láthattunk, és ha nem győztem forgatni a fejem, Úristen, az kicsoda, ó, basszus, nézd már, Béla, ó, ó, ott a már, Jézusom, á, Úristen, és mindenki tényleg ilyen, ilyen hihetetlen uh, klasszul nézett ki. Uh, tehát nekem senki nem mondja ezek után, hogy, hogy az ünneplő ruha az nem szép, de bizony szép, hogyha olyan helyen vagy, ha megvan adva a, a módja. <kül> És én egyébként mindenkinek köszönöm, mert ugye az, arra emlékszünk, hogy voltak szirén hangok ezzel kapcsolatban, hogy ó, nekem ez van, csak az van, meg azért nem megyek, mert nem tudok fölöltözni. Ezt én nem hiszem el, hogy valakinek ne legyen egy darab öltönye ö, otthon a szekrénybe, ez bármikor kell, hát. hogy, ö, hogy szarul néz ki, hogyha jól van fölöltözve, ezt se hiszem el senkinek. Ö, <tosz> És az külön megtiszteltetésnek érzem az áronék, a, 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 a mozgalmunk, az elektromos cigaretta, a, az ártalomcsökkentésben való küzdelmünk iránt, hogy mindenki, tényleg mindenki nagyon-nagyon kitett magáért ezen a bemutatón, és nagyon-nagyon köszönöm az összes résztvevőnek, jelenlévőnek, és soha el nem múló hálával gondolok rájuk egyébként. <tosz> nem feledkezzünk Ennyi? meg egyébként a, azokról, akik akiknek mi is baromi sokat köszönhetünk. Tegnap elsoroltam a nevüket a, a JTR-ben, de szerintem soha nem lehet elég, úgyhogy én most is megtenném, hogyha megengeditek. Igen, persze. Alapvetően természetesen első és legfontosabb kör meg kell köszönnünk Éronéknak, hiszen egyáltalán nem természetes, meg egyáltalán nem magától értetődő, hogy, hogy a film elmegy oda, ahova az ember szeretné. Amerikában is megy még a küzdelem, hogy hogy ö, hova tud elmenni a film, és hogy Éronék hova tudnak ö, elmenni. És ö, ö, köszönhetjük nekik, hogy eljutott ide a film. Azt. Hát azt, azt, azt. Krisztián, hányszor tíz évet öregettem. Sok. Hát ilyen joda, joda kategóriába <laughs> vagy már kb. Charlie szerintem. <laughs> Charlie, Charlie az már ilyen agyilag zokni. Ö, akkor csak annyi háttérinfót mondanék el, hogy aki azt látta mondjuk éppen rajtam, hogy ideges vagyok, az azért volt, mert konkrétan a vetítés napján délben még nem volt meg a film a moziban. Tehát ez előző nap volt egy ilyen háromórás idegbetegség, meg aznap reggel nyolctól folyamatosan vonalban voltam az urániával. Baxterrel, ugye, aki Amerikában maradt, hát védként, hát vonalként, és ő intézte Los Angeles-szel azt, hogy küldjék el az Urániának a DCP formátumú letöltő linket, amit már itt volt szó arról, hogy Krisztián letölti, én letöltöm, de nem lehet egyszerre, de ehhez program kell, de ahhoz kulcs kell, de az anyám kínja. És, és, csak egyet enged, és, és csak egyet És csak egyet egyszerre, van. igen, úgyhogy úristen, borzasztó. Tehát nem kívánom tényleg senkinek. Viszont... Közben Erron rohangálta a felirat nélküli filmmel a zsebében, én rohangáltam a végleges felirattal film nélkül az én zsebemben. Igen, is. igen. És aztán közben ö, voltak olyan jó barátaim, akik azt mondták, hogy ez miért nem működik így, hogy te majd beviszed a feliratot, és majd rárakjuk, tehát ez te nem ilyen izé mkv re -ra, srt rakunk, és tök jó lesz. Dobjátok fel az enkóra, majd letöltjük. Igen, igen. De voltak nekünk olyan segítőink, akik, akik nélkül nem jöhetett volna az egész össze. Tehát rögtön a repülőtéren ott voltak a, a határrendészeti szervek képviseletében, kimondjuk a nevüket, Fintor Sándor és Kogler Gergő, akik roppant gördülékeny, a gépről, tehát már a gépre fölmentek, a gépről lekísérték <laughs> őket, átkísérték őket egy ilyen nagyon-nagyon VIP ö, módszerrel, nem kellett sorbálniuk, ugye ők Schengenen kívülről jöttek, tehát azért az az nem egy óra lett volna. Sikerül szerintem az egészet lepörgetni csomagostól mindenestől fél óra alatt, úgyhogy nagy-nagy köszönet nekik. Úgyhogy még közben intézniük kellett az Isztambulban hátra maradt csomag. Igen, igen. Aminek mi tulajdonképp csak örülhettünk, mert így legalább befejtettek, hogy -e kellett annyit vinni. Borzasztó Így pont hova. befértünk egyébként. Az a csomag már nem fért volna be sehova. De az a durva, hogy ez megjött, és utána is befért a kocsiba, tudod, mikor vittük kifele őket. Tehát akkor az már ott volt. Ja, <kül> <kül> ja akkor mégis. Igen. <kül> Én nem esküdtem meg volna rá. Hogy igen. <kül> <beszéteni>. <kül> Szeretném megköszönni azoknak a segítőknek, akik akik ö, picivel többet vállaltak annál, mint amennyit kellett volna. Kocsis Tomi, aki ö, jött a mikrobusszal, akivel transferáltuk a, a, a stábot, tehát Éronékat, aki borzasztó sokat segített a moziban, mert ö, utána Éron hagyta a vinyóját, azt másnap reggel úgy elhozni, hogy be van zárva a gépházban, egy páncélban, ö, és onnan kiszedetni vadidegen emberekkel, úgyhogy rengeteg-rengeteg sok mindenben segített. Daróci Gábor, Garamvölgyi Dénes, Mizei Matyi, Matrix, Nick nevű vapertársunk, és akik még előtte segítettek nekünk abban, hogy ne csak mi legyünk az utált hármak, vagy csak mondjuk az utált egyek én, azok a Facebook csoport adminok voltak, akik valami iszonyat elánnal tolták az egészet. És jegyet vettél már, és öltöny, és izé, és mikor, és ide, és oda. Borzasztó ö, hatalmas lendülettel a vállukra vették ők is. Név szerint Javorszki Béla, Rácz Béla, Garamvölgyi Dénes, Szűcs Péter, Somogyi István, Aliasz, Boris, Szilágyi András, Muhari Árpád, Bágyi Krisz, Pandár Péter, Varga István, Gunner Jani és Sofőr Gyuri. Ezúton is köszönjük szépen nekik. De tényleg, tehát ez, ez egy, egyébként marha érdekes, tehát ha, ha nincs ember, aki széthúzza, szétzilálja a közösséget, akkor ugye ez hány Facebook csoport, hány különböző habitus, hány különböző hozzáállású ember, és olyan, olyan egyszerre, és annyira jól, és tényleg, szóval én komolyan mondom, az adminok előtt le a kalappa, tehát amit ők a film kapcsán itt végig toltak, vádaskodástól kezdve, a, a, tehát mindent megkaptak ők is a nyakukba, ennek ellenére hihetetlen fegyelmezetten rendet tartottak, jó mederbe terelték ezt az egész történetet, rosszul is elsülhetett volna, de nem. Úgyhogy tényleg, és a segítőknek is, hát természetesen szóval nélkülük sehol nem lettünk volna. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon hálásak vagyunk az e-cigaretta ügyéért harcoló Uh, most már ugye nevesített, nem mondhatjuk, hogy a, a név, névtelen hősöknek, de mindenki érezze magát a hétköznapok hősének, aki ebben a, az egész történetben részt vett, még ha csak annyit is, hogy jegyet vett, és beült a nézőtére, vagy ha csak 500 forinttal támogatta az egyesületet a célja elérése érdekében, abszolút le a kalappal mindenki kihagytam, előtt. Kihagytam a legfontosabbat. <coughs> Szeretném megköszönni Fredrik Biebernek, a Éron fiának, aki segített összerakni a fotófalat. Köszönöm, Freddy. Oh. <laughs> az volt az első, olyan aranyosak voltak, hogy... Ezt ö... majd fölíratozzuk, Charlie. Igen, igen, igen. Hogy nem, nem bírtak várni, mert ugye megbeszéltük, hogy Krisztián megy értük, és majd átballagnak, de hát ugye előző nap már lát, mert úgy mentünk direkt a Tomival, hogy lássák az urániát, megálltunk a belső sávban, kimutattam Éronnak jobbra, hogy nézd csak oda. Oh. De te voltál hátul? Neked milyen voltak a reakciók, Krisztián? Ámulás, bámulás, nagyon tetszett nekik. Mert akkor már kim volt ugye a, a Molino, és akkor ők másnap nem tudtak várni, ugye elkísértük őket a fürdőbe, a gellértbe, és utána, amikor visszamentek a szállodába, utána szépen kicsipték magukat, és átjöttek, önerőből megtalálták, mi, hogy nem vesztek el út és, és az volt az első éronak is, miben tud segíteni, tényleg szétkaptuk a fotófalat, együtt rakosgattuk ott a, rá a, a vásznat, aztán a két gyerek ugye kidől, de hát az, az érthető. Baromi jó volt ez a szűk három nap együtt, de én az elején nagyon be voltam még feszülve, tehát egész kérdezgette Nórit is, Éron meg Jenny a kocsiban, hogy hogy ö, mi a gond, mert nagyon nem beszéltem, tudod, nekem még járt az agyam, mindig a másnapra előre is. Jaj. Semmi gond, semmi gond, ő ilyen. Meg kell nyugodni, ő ilyen. Úgyhogy másnap már egy kicsit jobb volt. Másnap már egy kicsit jobb volt, pláne a, 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 amikor már már elindult a film, akkor, akkor én már tudtam, hogy a nehezén túl vagyunk. De hát is sok. Tényleg belegondolni az az öt hónap. Én feltétlenül szeretném megköszönni most, akkor még egyszer és utoljára többet nem fogom köszöngetni neked, Charlie, mert szerintem, amikor először föltettük a kérdést Erónak, hogy nem lehetne elhozni valahogy Magyarországra a dolgot, nem gondoltuk, egyikünk se gondolta, hogy mekkora dolgot én, a én, 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 konkrét, én, konkrétan, amikor a Charlie-val elkezdtünk erről beszélgetni, én konkrétan az első beszélgetésünk végén így gondoltam magamban, hát jó, öcsém, hát az hát ez hihetetlen érted, hogy egy ilyen premiért ide hozzunk, hát ez ki van zárva, hát még alig uh, futott a világon bárhol, és akkor ugye Charlie elkezdte szervezni, izé, akkor jöttek ezek a Hát mondom, ez nem normális, bazdnek. limuzin, meg fotófal, meg mi van, érted, hát mi főzünk egy pörköltet dócon, befér 200 ember, érted, frankóz, ennyi, az csók, érted, transfer busszal lehozzuk őket, az szivacs, ennyi, érted. Ehhez képest Charlie nagyon kifaszázta tehát tényleg, le, le a kalappal előtte, és, és egy csomó olyan dologra gondolt, amire én medvepásztor, parasz gyerek életemben nem gondoltam volna. Hát és egyrészt az ötletek, az apróságok, hogy hogy olyan színvonalon került megvalósításra, mint amilyen színvonalon megvalósításra került, az én abszolút őszintén minden további nélkül bevallom, hogy ez Charlie érdeme és nem az enyém, mert én, ha rajtam múlik, akkor én is a minimál felé hajlok el és Krisztián kívül... előírta volna a cicás pólót mindenkinek. Kötelező cicás póló hangulat kedvéért, igen. <laughs> és, és, ami kívülről nem biztos, hogy látszott, de a, a teendők minimum a 80%-a az charlie kötött ki, és, és, nem nálam. Én maximum is a 20%-ában tudtam részt venni az egésznek. Úgyhogy, úgyhogy ö... le a kalappal, az hát én, közösen én, 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 még, várjál, várjál én még annyit se tudtam ugye ö, a, hozzátenni nyilvánvalóan a földrajzi elhelyezkedésemből kifolyólag, <kül> de, de azért hihetetlen, tehát azt tudjuk, hogyha most ki kéne adnunk az ezzel kapcsolatos csoport összes beszélgetését, azért abból egy trónok harca egy kötet összejönne. <kül> Egyébként ö, egy, egyrészt, ugye másrészt meg tényleg Charlie Oriel, tehát ilyen oroszlánként vetette bele magát ebbe, a, ebbe az egészbe, tehát itt volt minden, merélet a nyomda ellen, érted, kommandós csoportok megszállják, elhozzuk a fotófalat, főrobbantjuk a maradékot, tehát amit el tudtok, amit tudtok képzelni, tehát ez, ez, valami hihetetlen challenge volt, és ugye azt azért ne felejtsük el, hogy hogy és ez, ez, ez a Charlie leg, leges, legnagyobb érdeme minden munkája mellett, hogy ez a bemutató bizony gyerekek világszínvonalú volt. Tehát én ezt így kimerem jelenteni, én, én nem voltam rest, és azt hiszem hétfőn végignéztem az összes elérhető bemutatót, ez gyerekek világszínvonalú volt. Én nem hiszem, hogy, hogy bármelyik helyszín mellett nekünk, magyaroknak szégyenkeznünk kelljen. És azt gondolom, hogy a magyar vaper társadalomnak egy, egy olyan jó hírét viszi tovább a, a, az, az Éron és csapata a világba, amelyik egyszerűen én azt gondolom most, hogy Európában, de ezt nem merem így kijelenteni, de azt gondolom most, hogy az eddigi bemutatók közül Európában legfaszabbat tudtuk megrendezni. Hát nem, igen. De mondjátok, ha nem így van. Nem vitatkozom. Igen, igen, igen. Okay. Egyébként nekem folyamatosan ez járt az agyamban, amikor csináltuk, és amikor jöttek ilyenek, hogy. hogy majd átmegyünk taxival, meg majd átmegyünk BKV-val, vagy a franc tudja, hogy nem, oda kell rakni magunkat, mert az első... Egyszer, Egyszer van ilyen. az az egyik, illetve, hogy bennem az lebeget, hogy, hogy Éron nék minél többször bejelentkeznek live-val, fotóval, és a többi, és a többi, azt nem nálunk teszik meg, hanem a, a nemzetközi oldalon. És ez kicsit olyan, mint ö, csak sokkal kevesebb pénzből, mint mondjuk a Forma egy, amire azt mondják, hogy, hogy ez micsoda hírét viszi az országnak. Vaper körökben pedig ez viszi szerintem baromi jó hírét az országnak. Hogy ö, bejelentkezik Jimmy mondjuk, rosszul írta, rosszul írta, meg fogom dorgálni érte, ö, a Gellért fürdőből egy közös fotóval, vagy bejelentkezik, mikor éppen sétáltunk ugye a Rákóczi tér felé, ott csinált egy selfit, meg ugye a csapat ö, a háttérben, és itt vagyunk gyönyörű Magyarországon, és itt vagyunk, bejelentke, sehonnan máshonnan nem csináltak olyan hosszú live-ot, mint amit tőlünk csinált Éron, odaadta Jennynek a kezébe, rohangáljál, vedd az embereket, wifi kód, anyám kínja, ö, csináld. Baromi jó volt, visszanéztem, micsoda gyönyörű mozi, micsoda ö, fantasztikus emberek, ö, és akkor megállítottak téged, engem, a Nórit, ö, akikkel kapcsolatban voltak két-három napon keresztül. Tehát, hogy ez volt az, ami nekünk, az ázsiónkat a nemzetközi Vaper piacon növelhette. Fölrakott minket a térképre. Aki eddig nem gondolkozott abban, hogy Magyarországra jön, akármiért, de mikor, mit tudom is, én ugye Éronnak mondtuk, hogy menjünk a Széchenyi fürd, nem, nem, ő a Gellért, ő ezt kinézte, ő erről nagyon sok jót hallott, a Gellért fürdőbe szeretne menni. Ugye ez volt? Úgyhogy... Utána járt, jó. Igen, utána járt. És, és hogyha más azt látja, hogy hogy Eronék itt voltak, ide mentek, oda mentek, akkor lehet, hogy elgondolkozik, hogy hm, ez tök jó hely, nekünk is el kéne menni, milyen szívélyes a vendéglátás, meg milyen jó fejek ott az emberek, öh, és mindenki előtt le a kalappal, tényleg, aki bármit is hozzátett, vagy eljött a, a premierre, mert, mert na majd meghallgatjátok a riportot, mert csináltunk egy exkluzíve riportot, amiben Éronék beszéltek erről, is többek között, hogy, hogy nagyon le voltak nyűgözve, tetszett nekik. Ugye az a, az a kis vetítés, az mi az Isten, a, az Urániából ugye gyorsan elmentünk utána a szállásra, ott lerakták a gyerekeket, és sajnos ugye steve aki aki valami kis pocakbajt összeszedett Indiában, amit nem is csodálkozunk sajnos, és akkor utána csináltunk egy mesekört, ugye, hogy átmentünk Budára, azért néha hátra néztem, nem volt az rossz ránézni, hogy ott egy limuzin, mi is egybe, és akkor így, így nézik, le vannak nyűgözve a várostól, a parlament, a ú, de szép, a Duna éjszaka, nézegették a várat, mikor mentünk át a hídon, hogy ott mi van, ott mi van, ott a... Ez a mi kis ö, ö, szabadság szomrunk, ami majdnem olyan, mint New Yorkban, csak kisebb, és egyébként egy hegyen van, de ez a miénk. Nagyon tetszett nekik a a város, a... meg az egész, ahogy nem azt mondom, hogy körbe rajongtuk őket, hanem amilyen tisztelettel és, és szívélyesen fogadtuk őket, úgyhogy ö, tényleg ahányszor elmondta közben, utána, a repülőtéren, Éron is, David is, hogy, hogy hogy mennyire hálásak nekünk azért, hogy ezt így megcsináltuk, az, az személy szerint nekem nagyon jól esett, hogy, hogy ők is értékelték azt, ami, ami munkát belefektettünk ebbe az egész projektbe. Hát azért, azért, azért lássuk be, hogy, hogy sokszor szidjuk mi ezt a magyar fővárosunkat, de, de aki már így egy picit járt erre-arra, mondjuk én London után kezdtem el értékelni Budapestet, szóval tényleg gyönyörű. Na, tehát ez építészetében, épületeiben, az, az éjszakai kivilágításában, a hangulatában. Krisztián, nem egy autóban szép. jöttünk a repülőtérről, de nekünk már ott a Gyömrői út környékén, a gyorsforgalminál, hú, de milyen szép városrészt mondom. értem, miről beszélsz? Ez a külváros, és sehol nem vagyunk. Várjál még, várjál, igen, még, várjál igen, még. Igen, igen, igen. És aztán, és aztán, mikor ott a Fradi környék kétől még ugye mentünk még egy kicsit bejebb, ott a, a, az ülői a Korvin környékén, ú, ez tényleg, ez gyönyörű. Mm, hát ut, utána egy kis intermezzo volt ugye az a, az a, sajnálatos tény, hogy pont akkor volt lomtalanítás, amikor vacsorázni. <laughs> Mondom, az meg ilyen a mesében is. Tehát mit látnak Kupleráj. 9. kerületi lomtalanítás. Igen, és meg, <laughs> nem is tudom, Éron jegyezte meg, hogy, hogy ez ilyen, ez ilyen, ö, egyetemi buli negyed? <laughs> nem, egyszerűen csak lomtalanítanak. <laughs> Uh, nem, nem, a, itt a kilencedik kerületben a tiszteletekre rendez rendeznek, ennyi. <laughs> nagyon tetszett egyébként nekik a, ugye nekik lakosztály volt, és, és pont ilyen sarok lakosztály volt, ami gyakorlatilag egész uh, Blahaluiza teret belátták onnan. Uh, az nagyon tetszett neki, ugye beszélgettünk még ott, uh, azt itt az adásban is el kell mondanom, hogy ők autentikusan szeretnek mindenhol enni, inni tehát nem, azt mondták is ugye, hogy, hogy ez kicsit lelombozza őket, hogy eljönnek ide, milyen szállodában vannak? Egy amerikai szállodalánc. Mi van azzal szembe? Egy amerikai gyorsétterem. Ők szeretik az autentikus ételeket, italokat. Akkor most ígyunk valami igazán magyart. Ó, semmi gond. Szilva pálinka. Akkor te ott egy gyors eszmefuttatást tartottál, hogy ezt miért nem húzóra kell inni, hanem ízlelgetni, meg szagolgatni, és a pohárnak a mérete is formája az milyen befolyással bír az alkoholra. Mindent elmondtam a pálinkákról, azt a keveset, amit tudok egy tíz percben. Igen, a zseniális volt. A pálinkánál mondták, hogy egyébként, nem, egyébként én nem hiszem, csak úgy egy picit értek hozzá, és akkor utána volt még valami téma, amin én mondtam, hogy Krisztián egyébként ezt sem csinálja, de ehhez is ért. Úgyhogy úgy, Hát jó volt látni egyébként, hogy mennyire bátornak hitték magukat, és aztán hárman ittak meg egy négy centes pálinkát, de becsületükre mondjuk, hogy, hogy elfogyasztották, utána pedig kajáltunk egy jót, és Éron csak úgy csipegetés jelleggel végigevett három menüt az étteremben egyébként, tehát leves, aztán még pörkölt, és aztán még csirkepaprikás, majd utána egy finom szúnyókával. <hállt> Ezt nem akartam elhívni. Jaj. Hát ember legyen a talpának ilyen után után nem dől ki. Igen. Ja ja ja, ja. Jimmynek a kezéből a kamera kiesett, de szó szerint úgy elaludt, tehát közbe kamerázott, aztán Éron is mellettem, és Christian, Daviddel egy teljesen más dimenzióba voltak. Christian, Christian, figyelj, menjünk már. Miért menjünk? Mondom, nézd már, ketten elaludtak az asztalnál. Na, ja, jó, menjünk. Oké. Okay. Robbantottátok ah, a buli. Gulyás, gulyás volt. Az, hogy igen, ne, igen, az azzal nyitottak, egyből gulyáslevest ettek, meg ugye Davidet szerintem három napon keresztül a kávéval húztuk, mert mondta, hogy hogy járt Isztambulban a kávéval. Törökországban képtelen volt szerezni egy rohadsésze kávét. Ez, 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 ez szerintem külön világcsúcs. Igen. Mondta, hogy, hogy... kafi. Néztek rá, mi, mi, mi? Kafi, Kaffi! I'd like uh, uh, És mondták neki, hogy uh, Fönt van egy minibár. Azt értem, de én kávézni akarok! Nem tud kávézni, és egy héten keresztül nem tudott kávézni. Úgyhogy eljött ide, és gyorsan négy kávét bevert. <coughs> Á, nagyon nagy forma volt. <coughs> Az csak egy, egy, tényleg egy apró, is, mert hogy ugye mi egy ismeretterjesztő adás vagyunk egyébként, az csak egy apró ismeretterjesztő megjegyzésem a kávéhoz, hogy, hogy én ma szembesültem azzal egy ilyen kávészakértővel való beszélgetés után, aki, aki házi pörkölésű kávékat forgalmaz, hogy ö, tudjátok egy mi a különbség az arabika és a robusztó között? Na, hogy más, ehhez speciál nem értek. Más nagyon vannak. Pedig szeretem a kávét. Hát ugye az szokott lenni, hogy a, a, én eddig úgy tudtam, hogy a, az arabika az egy kis szemű, nagyon ö, ízes kávéfajta. Ugye más ö, éghajlaton is tervezték, a robustó pedig a tömegét adja a kávénak. Most ehhez képest. Képzeljétek el, hogy a tiszta arabika kávé az nem bassza szét a vérnyomásod, viszont ha robusztóval keverik és szarú pörkölik, akkor elkezdi rángatni a vérnyomásod, de olyan szinten, hm. hogy akár rosszul is lehetsz tőle. Na én ezt Szerintem akartam érdekös. egyébként mondani, vagy ráfűzni, hogy <coughs> van olyan podcast, akik... Öh, hogy mondja, ilyen barista... Ja, tényleg mondhatod, fogal... hogy van barista podcast. Igen, jajja. és a kollégám csinálja egyébként, ez egy apró reklám volt. <coughs> És hogy hogy szerintem ez a világ legszarabb dolga, bazd meg barisztának lenni, mert az nem úgy működik, mint mondjuk, hogy megkóstolsz, vagy kicsit után sózol a pörköltnek, vagy valami, és megkóstolod, meg aztán megint, meg aztán megint. Tehát így így, így öt kanállal minden gond nélkül tudsz kóstolni. A kávénál mi van? Pörkölsz egyet, lefőzöd, megkóstolod. Hm, Nem jó. Főzöm még egyet. Tehát nem tudod azt csinálni, hogy egymás után beversz hat kávét, mert aztán 220 per 180 lesz a vérnyomásod. Tehát azt így, mit tudom, is egy fél év, mire kitapasztalsz valamit, és, és pont olyan, mint egy, egy analógia, mint mondjuk egy felújítható kazánba, hogy hogy van megpörkölve, milyen nagy szeműre van, vagy milyen durvára van darálva, milyen ö, nyomással gőzölöd át rajta a, a vizet milyen csészébe, baz meg, hallod, hogy a csészét előre felmelegíteni, vagy valami, szó. Szóval, ó, az meg milyen az is anyagból ilyen... anyagból van a csésze, mert az is hozzá tesz az ízét. Ez is ilyen rengeteg változós egyenlet, mint az, hogy nem lehet ezt most azt mondani, hogy ú, most csináltam egy nagyon jó tekerést. Na igen, de milyen levegő, milyen vívőközeg, milyen tekerés, milyen kazánba, ez is pont ugyanolyan. Full respect minden. Valta üvegszál, stb. Igen, igen. Tehát ez szerintem a legmelósabb dolog, hogy barista vagyok. Egy-másfél év alatt tapasztaltam egy kávét, hogy az hogy kell főzni, hogy jó legyen. Ja, úgyhogy <coughs> szegény David, szegény David. Úgyhogy akinek vérnyomás problémája van, annak azt kell csinálni, hogy figyeljen oda, hogy csak tiszta arabika kávé legyen. És a legrövidebb, legerő, általunk a legerősebbnek gondolt, legrövidebb eh, idő alatt lefőzött kávét így. Tehát ne a németes hosszú kávét, mert abban van a legtöbb koffein. Azért Úgyan. van benne a legtöbb koffein, ezt viszont tudom kérlek szépen, mert nem a kávé erősségétől függ, hanem a folyadék, hozzáadagolt folyadék mennyiségétől hogy mennyire tud kioldódni benne, illetve Így hogy mennyi van. ideig van benne, hogy mennyire lesz benne sok. Nem véletlen, hogy az oroszok 6-7-8 presszó kávét úgy galérmegét tolnak egy délelőtt, mint a húzat, és semmi bajuk nincs. Vigyázzatok! <laughs> az, már azért az elég gyorsan hadarnak. Szóljak a kollégámnak, hogyha esetleg műsorvezető társakat keresek, akkor beugratok? De Be. simán beugrósuk vagyunk a kávés mikor. Simán. simán. <laughs> Na, és akkor utána ugye, ugye a. a... A, a, város néző kis etap után jött az after party, ahol mindenki kiengedhette a gőzt, és természetesen ismét beleléptünk ugyanabba. Nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni, de mi mindig bele tudunk lépni. Tehát mindig van az, hogy majdnem jó volt, de mégse volt jó. Hát figyelj, én, a, én az after partin uh... Am, ami engem zavart, az az, az az volt, hogy tényleg hangos volt a, a zene, tehát az abszolút nem egy beszélgetős story volt. Na de hát ö, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy jó barátom, tehát 800, mennyit számoltunk, Charlie, 870 ezret? Várjál, de mire? a, ja, ha az Urániába a, tartottuk nem, volna. nem, De bolond vagy, nem. Az Uránia 1 millió 2 kettő. 1 1 millió kettő. Az emeleten, Állófogadás az, Álló az emeleten, igen. Két órás. <coughs> igen. A, 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 a kioszk, ami, ami, egy ilyen, szintén egy ilyen bár jellegű valami lett volna, az kettő és fél millió forint. Most volna. Ehhez képest, ehhez képest azt gondolom, hogy még a fetrengő fiatal lányokkal együtt is külön helyen voltunk, senkinek nem kellett fizetni a fogyasztásért, és hogyha minden jól megy, akkor ez ilyen 52 70 környékén fogyasztással együtt megvolt. Nekem egy külön élmény volt elmenni a gőzölőbe, mert én még ilyen bérház átalakítva, buli helyé, ilyen cuccost nem láttam. Éjfél után jöttünk el valamikor, szerintem egyébként a célnak abszolút megfelelt. Ezt most valaki vagy elfogadja, hogy, hogy ilyen volt, persze Dóczon a művelődési házba, még egyszer mondom, nyilván mást tudtunk volna rendezni. De hát ez van, gyerekek. Tehát amikor mi a helyet tehát keres, Budapesten szombat este üres helyet. Kész. Ennyi. Tehát nincs több feladatod, csak ennyi. Majd, hogyha megtalálod jövő ilyen akkor szóljál. És még ne is Budapesten, mert mondjuk nem árt, hogy nem másfél órát ja, kell igen, a városon, igen, az urániából. Igen. Satott, tehát a belvárosban akkor igen. Úgy mondjuk, hogy a belvárosban keres. Ó, uh, szóval nem, 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 tehát én ezeknek a szirén hangoknak nem uh, igazán szoktam, uh, hogy is mondjam, fölülni. Még éjfél után elmentem, ott volt valami kis uh, falatozó szembe, ott ettünk valamit, és akkor úgy indultunk uh, haza. <coughs> És nagy, szóval nekem uh, nem, nem, nem azt mondom, hogy hú, de kurva jó volt, de hát gyerekek, ez tényleg arra volt, hogy mindenki kieresse az eltelt időszak alatt földgyűlömlet feszültséget, és uh, kurva szar dolog, érted, amikor, am, am, amikor iricséggel gondolsz a másikra, aki meg jól érzi magát. Tehát ettől szabaduljál meg, de mindenki. Tehát ez egy kurva szar dolog, csak magadat emészted vele. Nekem ez a véleményem, és, és én ezt tartom is. És egy, szerintem Erronék meg jó érezték magukat. Jó, 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 abszolút. Tehát volt egy ügyeletes Fred Asterünk ott egyébként a felhő, aki félelmetes, ahogy megtáncoltatta Jennifer-t is. Azt hiszem, hogy én Kingát, meg a felhő a feleségem, meg Kingát, szóval felhő általában mindenkit megtáncoltatott, úgyhogy volt éneklés, volt ivás, megkóstoltuk egyébként, én majdnem elfelejtettem, de Bárány Miki eszembe jutotta, hogy van ez a lepény dolog. És utána mondta ö, Jennifer is, hogy valamit enne, mert ez a borzasztó mennyiségű aperol spritz, aperol spritz, értek a fejébe kezd szállni, és akkor ö, csináltattunk egy pár ö, lepényt, az tényleg tök jó volt, ilyen, ilyen sonkás, ö, sajtos, meg volt ö, mi az a spenótleveles, ö, jó volt, jó volt, o, spenótleveles jó. lepény, és én nem is tudtam róla. Bizony, bizony, bizony volt. Kérdez Bárány Mikic, ő azt mondta, hogy szerinte jobb volt egyébként, mint a, a, a sonkás. Úgyhogy azt betoltunk egy, mit tudom is én, hármat, négyet úgy összesen, már hogy nem én, hanem úgy, úgy a, akikkel ott közelségben voltam. Aztán folytattuk ö, tovább a, a, a Murit. Ö, eljutottunk egy olyan pontra, hogy, 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 hogy nem tudom, hogy honnan. Te mondtad el a szava Istvánnak, hogy Charlie de nem elképzelhetetlen, hogy kicsúszott a számom. Uh, utána csak azt hallottam, hogy Charlie, Charlie, gyere, így áll, és így nézem, hogy kiszol, kiszól. Képviselő úr! <laughs> Jó, hát akkor ígyunk egy jéger be az agyba. De, de szóval hiába mondja itt mindenki, hogy izé, hogy sárga földig itta mindenki magát, mindenki tudott mindenről. Senki nem itta magát a, <laughs> a is? sárga földig. Ö... Sz... nem, nem, nem. Tehát én én tudtam annak örülni, hogy te el tudtad magad engedni. Pont. Tehát, érted, nem is érted, a többivel nem, nem nem kell foglalkozni, kész. Egy. Persze, ja. Úgyhogy nyugalom tengerét varázsoltam a, a JTR-ből is, meg a nem tudom is én miből, eldöntöttem, hogy ez egy ilyen, ez olyan lesz, mint, a, mint az én lakásom. A minden, minden csatorna, minden olyan lesz ez a podcast is, ö, meg bármi. Lehet kommentelni a weboldalon is, a YouTube csatornán is, mindent lehet kommentelni, de az az én kis lakásom egy része, és ha valaki a szoba közepére szarik, akkor a szart kilapátolom, meg ő, ő, őt se szívesen látom ott. Úgyhogy ö, ezt el lehet tenni, így zárójelbe mindenkinek. Hát ez... Falevél vagy a szélben, Csáli, falevél vagy a szélben. <laughs> Meghajolsz mind... a szél előtt. Ezt mindig mondta a ahogy... Nem, nem, nem törsz bele. Bocsánat, igen. Tehát ezt mindig mondta a haverom, mikor ö, neki egy egy Apple retail kereskedése van, és ö, mindig mentek a, a blogjára ö, trollkodni, és mondta, hogy gyerekek, egyébként tényleg azt írok, amit akarok, mert ez az én blogom, tehát ha nem tetszik, akkor menjetek máshova, azt, azt olvassátok. Ez is olyan lesz, vagy én nem tudom. Szóval aki szereti hallgatni, nézni, olvasni, az oké, okay. aki meg nem, az menjen máshova, azt ott ö, teljesedjen ki. Vagy szervezzen egy ugyanilyen, vagy sokkal jobb itt. <kül> Úgyhogy ez volt a, ez volt így sommásan a véleményem mindenről. Nem lehet mindenkinek tényleg, sajnálom, hogy nem tudunk mindenkinek megfelelni, de hát ö, sokan vagyunk, sokfélék. Mi, mi tényleg 10 millió százalékot beleadtunk mindenbe. Elhiheti mindenki, hogy direkt nem csinálunk szart. Meg nem akartunk, meg nem is fogunk. Maximalisták vagyunk. Igen, igen, igen. Úgyhogy én, én azoknak az embereknek a véleményére adtam, meg fogok is adni, akikkel itt évek óta beszélgetünk. Vagy a vendégek véleményére, akik nem jó, jól neveltségből mondják azt, hogy jól érezték magukat, öt hónap alatt megismeri az ember azért őket egyenként is, és bátran merem állítani, hogy tényleg kurva jól érezték magukat. Volt egy aranyos sztori, amikor odaértünk a mozihoz, gondolkoztam rajta, hogy elmondjam, nem mondjam, de hát ugye sem azt nem tudom, hogy hogy ki volt, akihez oda mentem, meg gondolom, hogy a barátján kívül, tehát ők ketten tudnak erről, meg én, nem egy nagy nyilvánosság előtt lezajott jelenet volt, csak jó pofa volt, hogy mentünk oda a mozi felé, és úgy álltak kint az emberek a, a, mozi oldalánál. És akkor megyek, megyek, érted, egyszer csak látom, hogy ott, ott áll egy jól öltözött vapergyerek, szivogatja a cigéjét, vigyorog, és közben a döglött disznóra elfelejtette rácsukni az ajtót. <hállt> <hállt> és hát mondom, ez kurva gáz lesz, hogy ez így befordul a, a, a moziba, szegény. Bocsánat, ez ugyanaz, mint mikor én azt mondom, hogy döglött madárnak minek a kalitka? Igen, igen. Ja, igen, Jó, ér akkor értem, mire gondolsz, jó? És akkor így oda mentem, mondom. Ne haragudj, Szerbusz, Ficsor Zoltán vagyok a Villanypár Egyesület elnöke, mondom, egyébként meg nyitva van a slicced. Jaj, köszönöm, köszönöm! Azt kell tenni, hogy egyesületileg szeretném felhívni a figyelmedet, hogy nyitva van a Igen. Igen. Egy jó váper, ahol tud segít. Elnöki figyelmeztetésben Elnöki részes figyelmeztetésben részesítanok. <hállt> részesítanok hát, ez el. nagyon jó. Ezt még nem tehát nem beséltem senkinek, se csak aranyos sztori volt tényleg, hogy ott vigyorog, érted, gőzöl, pont a lámpa alatt állt, tehát annyira premier volt szegény, azt mondom, csak meg kéne, senki nem szólt neki, érted, hát mondom, úristen, na mindegy, szóval jó, jó pofasztori volt ennyi. Én arra hát, emlékszem, a gyerekek... hogy... Hát, Oké, okay, mo mondjad, mondjad. Aztán csak térjünk át. Visszanyúl megy az idő, igen. Jó, igen. jó. Én nekem az ugrott be, amikor mentem a moziba, és ugye késésben voltam a roha csokornyakkendő miatt, és így először megláttam, hogy lobognak ott a molinók a, a, a homlokzaton, és így az utcafront tele, tel is tele elcigisekkel, és akkor azért nem kicsit megdobbant a szívem. Aztán igyekeztem nem oda menni bárkihez is, hogy dolgom volt, sietnem kellett, de hát aztán persze, hogy nem sikerült, úgyhogy ki ez ne, hogy Isten nem sikerült, oda mennem köszönni, tudom, ezúttal is elnézést, de hát valami fenomenális látvány volt, meg fenomenális élmény volt. Amit meg Ennyi. is kaptunk utána egy nappal később, mikor visszavittük a smokingot, mert azt nem mondom, hogy szelebek, de, de... megismertek minket az utca Megállítottak készfogás, mentünk tovább, és akkor utána valami csoportba írta valaki, hogy hogy Épp nem érnek rá ék, mert grasszálnak az oktogon környékén. Ja, úgyhogy éppen vittük, vittük vissza a, a, a kölcsönzői ruhákat. Jó volt, jó volt. Én is mondtam mindenkinek, hogy próbálok mindenkivel kezet fogni, de baromira szanaszét volt a fejem. Na, tehát az, az első fél órát azt, azt mondta a feleségem is, hogy nyugi, nyugi, oké, okay, meg lesz, higgadjál le. Na, úgyhogy csak meg lett. Utána Krisztiánnak még egy ilyen laza egy órát vadásztuk a rádióját, amit valahova letettem, Charlie esküszöm, de maximum kifizetem. Úristen, tényleg meg lett a rádió? Meg lett. Meg meg lett mert Nóra leadta a drótot Kocsis hogy eltűnt egy rádió, aki pont talált egy rá, árva rádiót, és összekombinálta, hogy ez lehet az helyesen, és aztán kiderült, hogy nála van. De a leges legvégén szólt. Mondom, jó, hát akkor ennyit a rádióról. Ja, rádió, az nálam van. Oh, Igen, én kiortam egy lábon egy infartust, neked meg ott van. Ja, úgyhogy. Na, és akkor zárszóként annyit, hogy aki azt mondogatja folyamatosan, hogy ez egy izé volt, alkoholizálós after, ugye mindig elmondta Éron is, mi ezt csak meg tudjuk erősíteni, hogy ő mindig az autentikus helyi dolgokba, Ugye ezt mondta, amikor ott tücsörögtünk a előző éjszak, amikor megérkeztek, hogy ő, ő ő nem pizzát akar enni, mit tudom is én, Magyarországon, meg nem pizzát akar enni, vagy hamburgert ö, Oszlóban. Nálunk gulyás volt, a, ö, Oszlóiaknál rénszarvas pörkölt, Rén meg, meg bálna, tehát ilyen, tehát a helyi dolgokat ö, Franciaországban csigáltettek, meg, meg ilyenek. Tehát nekünk autentikus volt a pörkölt, a, a, a gulyás, a pálinka, hát miért ivott volna, mit tudom is én, mint a Jenny Aperol Spritzetna. Az még egy külön challenge volt, de megoldottuk hát, azt. korszegről végül autentikus volt a romkocsma is. Igen. Ö, Igen. Gondolkoztam a romkocsmán is, ugye, ezt a, ez a király utca környékét, de aki azt hiszi, hogy ez szar volt, akkor menjen be egyszer éjszaka a király utca környékére, hogy ott mi van tehát ott a kábítószer, a kurvák és a tököm tudja mi, az még erre mind ráadódik. Mindent összevetve szerintem nem volt rossz. Na. Lehet mindenbe hibát találni, de azokon lépjünk túl, és, és, mindig a, a nagy képet nézzük, a big picture-t, a big tobacco a big farmát, Nézzük mindig a nagyot, a nagy képben. A Big vapert. Igen, mindenki, mindenki elégedett volt ö, mindennel. És, és akkor itt lenne az a pillanat, amikor ö, bejátszom azt a riportot, amit Krisztiánnal beszélgettünk a premier után, Eronnal és ö, Daviddel. Túlzás, hogy velem beszélgetted, mert Charlie kérdez, még semmi nem jut eszembe. Igen, 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 igen. A hatás A hatás voltál. Úgyhogy ő, fogadjátok szeretettel direkt nektek, a párásító podcastnek a riportot. Itt vagyunk, Krisztiánnal uh, vége a filmnek. Uh, borzasztó, mély benyomásokat tett rám, meg ahogy néztem a közönségre is. Mét. Mi a véleményed? Te már másodjára láttad. Igen, én másodjára láttam a filmet, és valahol a film közepe táján kapott el a katartikus érzés, hogy, hogy megcsináltuk. Megcsináltuk, eljött. Eljött a film, és, és láthatták az emberek. Hát és aztán utána magával sodort megint ugyanaz az érzés, mint Varsóban, mint amikor először láttam, mert, mert tényleg nagyon jól összefoglalja a dolgokat, és én, aki nap mint nap benne vagyok ebbe a témába, rám kifejezetten erőteljesebben hat a film üzenete. Fú, én... azt se tudom, hogy fiú vagyok vagy lány. Én tudom, én tudom, és Érontól kérdezném, hogy az összes többi vetítéssel kapcsolatban mennyivel másabb, mennyivel különlegesebb, vagy egyáltalán mik a benyomásai a hazai premierről? Uh, two things. One, the people here Just seemed to have more enthusiasm and more energy uh, than than many of them. It, it was just uh, absolutely fantastic to see how quickly it sold out, how much energy there was putting it together. And then the other thing is, what a beautiful city and a beautiful theater that. Um, makes this one very, very special. Hát tulajdonképpen két dologban látom a különbséget. Az egyik abban áll, hogy mennyi, mennyivel másabbak az emberek. Nagyon lelkesek, tele vannak energiával, nagyon gyorsan elkedtek a jegyek, nagyon gyorsan el, elkészült minden. A másik dolog pedig, hogy itt egy fantasztikusan szép városról és egy csodálatos színházteremről van szó. Én csak annyit kiegészítésképpen, hogy nagyon el vagyok keseredve, hogy pont az az egy nap volt a legrosszabb, amikor itt vagytok, és bármit tudtunk volna nézni a városban. Úgyhogy én tudom, hogy messze, messze, van a hazátok, de szeretném, hogyha bármikor, amikor úgy érzitek, hogy el szeretnétek jönni csak azért, hogy jobban megismerjétek a városunkat, sok szeretettel várunk benneteket. Yeah, I think after such a, an amazing time that we did have here, And the weather makes no difference because even though it's cold out, uh, the warmth and the welcome, the warm welcome that we received, makes it much warmer than than it seems. Uh, and we will definitely have to come back because uh, not only. Mi így is fantasztikus uh, időt töltöttünk itt. Valójában az uh, nem rontott, vagy nem változtatott a dolgon, hogy kín hideg volt és esett az eső, hisz a szívélyes, meleg uh, üdvözlet és uh, vendéglátás, uh, az mindezt kompenzálta. És az teljesen nyilvánvaló, hogy vissza kell jönnünk, és együtt kell lennünk ismét ezekkel az emberekkel. Mit gondolsz arról, hogy a film hatására lehet -e olyan változás nálunk, mint amit például az új zélandiaknál tapasztalhatunk? Well, the, the type of people that came to the premiere tonight um, were some really great leaders, and a lot of people with a lot of passion for helping people, and I think with the information that they got from the organizers of the event tonight and also from the movie itself. i'm very optimistic that there will be change here in hungary because the people in hungary um, are very intelligent and very caring about their neighbors and there is no way that once they're given the truth that they will not try to help their neighbors Hát azok az emberek, akik eljöttek erre a premierre, az itteni vezetők, az az információ, amihez hozzájutottak a film révén, a fantasztikus szervezés, a kiváló szervezők és maga a film. Hát ezek alapján én nagyon optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy mindez változást fog eredményezni. Hiszen magyar emberek nagyon intelligensek, törődnek a szomszédaikkal, úgyhogy nem kétlem a változást. Én Davidtől szeretném kérdezni, hogy ő ugye, mint aki abbajta a dohányzást, már, már nem, már, nem, dohányos, nem annyira érintett a kérdésben. Mi, minek a hatására vált ilyen szenvedélyes ártalomcsökkentési harcossá? Um, it wasn't until 2007 when I realized that I had given 30 electronic cigarette starter kits to friends and out of 30, 17 quit smoking cigarettes within 3 days or 4 days. Seven more became dual users and for every vape they took, they weren't smoking a cigarette. So there for me, I had 24 of my friends become affected within 72 Hours and now they're still vaping today or have quit smoking and vaping altogether. I found this to be the most viable alternative since I quit and started at least 12, 15, 20 times having never been successful at it, like the alternative that vaping does for so many people who really do want to quit. Amikor is 30 darab elektromos készletet adtam a barátaimnak. Ebből a 30-ből 17-en 3-4 nap alatt leszoktak a cigarettázásról. Heten kettős tohányossá váltak, magyarán használták a cigarettát is, és, a, és vapoltak is, vagy gőzölögtek füstölgés helyett. És hát a maradék... Tehát mind ezek a számok igazán nagy hatással voltak rám. rán az a tény, hogy 24-en a barátaim közül 72 óra alatt vagy leszoktak, vagy pedig kettős dohányosok lettek. Tehát ez meggyőzött arról, hogy ez egy életképes alternatíva. Főleg azért, mert én is korábban már 12-15-ször legalább megpróbáltam leszokni. Borzasztó mély benyomást tett rám a filmben ellátott szereped is, illetve amit mondtál. Ahogy beszéltél arról, hogy a gyermeked milyen mély benyomást tett rád, és hányszor megígérted, hogy, hogy leszoksz a dohányzásról, és, és mégis utána azt hallottuk, hogy 6-szor, 8-szor próbáltad meg, és mégsem sikerült. Um, I realized that success is a journey. And even though I quit many, many, many times, the desire to quit was still there. And when life gets in the way and you have stress and tragedies and bills to pay and all the things that go with smokers' lives, you find that you need something to fall back on. My kids forgave me because they knew it was struggling. And for me, it just gave me more strength to dig down. But now that I know how smokers struggle, I want it to be easier for them so they don't have to look at their children's faces and be aware of the disappointment in their children. That's why I'm so passionate about this alternative. A siker az mindig egy hosszú utazás a valóságban. A, az, hogy többször nem sikerült leszoknom, az, az a járt együtt, hogy a vágy, hogy leszokjak, továbbra is megmaradt. Az élettel együtt járó stressz, a különböző strat Tragédiák az életben, hogy ki kell fizetni a villanyszámát, és így tovább, és így tovább. Ezek mind az élet felejárói, a dohányosok esetében is. És hát ezek mindig afelé tolják az embert, hogy ismétetten rágyújtson. Éppen ezért a gyerekeim megbocsájtottak nekem, elfogadták a küzdelmemet, és most pedig az a. Az a az erőteljes harc, amit a dohányosok folytatnak azért, hogy le tudjanak szokni, az a küzdelem, az ö, arra indít engem, hogy az ő esetükben leegyszerűsítsem ezt a dolgot, hisz létezik ez a fantasztikus alternatíva. Itt éppen megdicsérte a tolmácsot David, David Nagykujon. Jó, nagyon szépen szeretnénk megköszönni szóval a hazai véperek, szépen. és egyébként a mi podcast hallgatóink nevében szépen. is hogy egy pár perc is, de uh, uh, segítettetek nekünk jobban megismerni a filmet. Na, úgyhogy ez volt a, ez volt a, a reportban. Uh, egy picit ugye a, 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 hogy mondjam, a tolmács néninek a, a vépelés uh, si szakszavakkal voltak uh, gondjai, de átjött a lényeg, remélem. Tehát a, kettős felhasználást ugye ő is szépen körbeírta. Ott a vapolás volt az, ami egy kicsit a, a fülemet bántotta, de, de de megoldotta. Tehát a gőzölés ö, volt egyébként a téma. Ö, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a rákfenéje ennek a baromi feszített tempójú ö, mindennek. Ö, tehát, hogy Indiából Magyarország időzóna váltás, innen oszló két napon belül, onnan Tallinn, Tallinn, onnan Németország, onnan tovább. Tehát az, hogy, 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 ilyen iszonyat, tényleg rengeteg mennyiségű cuccot kell nekik mozgatni, két naponta ilyen vándor cigány élettel, azért hiába kényelmes a szoba, azért is igyekeztünk, hogy, hogy, ne az legyen, hogy 20 négyzetméteren két pótárgyal alszanak, hogy egy kicsit tudjanak ő, rekreálódni. Ezért is mentek egyébként a, a be, mert Davidnek is fájt a nyaka, ő, segített is rajta egyébként, tehát az, az, az jót tett mindenkinek. Bár nagyon le voltak lombozva, hogy mi nem megyünk be, de hát Nóri mondta, hogy <kül> köszönöm szépen, fürdőruha nincs nálam, nem is lesz, vissza sem megyek érte. Úgyhogy én is... lett volna rá, hogy Igen. Vagy azt mondtuk volna, hogy gyerekek, nálunk natúrba nyomják úgyhogy egy segges. <kül> A termálban nem. Uh, annyi, hogy, hogy, hogy hallatszott mindenkinek a hangján a riport alatt is ez a borzasztó fáradtság. Éronnak is látszik a személy folyamatosan. Tehát Igen, ezt úgy úgy, úgy lenne talán jobb, hogy a minden helyen egy hétig lennének, de hát akkor sose végeznének. Jajá. Ja. Én abban reménykedek mondom, amit mondott, hogy, hogy mindenféleképpen vissza fognak jönni még, és, és, akkor már nem ezzel kapcsolatban, hanem tényleg városnézés, nézelődés, vásárolgat. Annyi idő nem volt, mondta, hogy pólót szeretne venni, budapestes pólót, de hát arra nem jutott időnk tényleg. Mondta, emlékszel ott a Gellértbe, hogy, hogy utána nem megyünk el kajálni? Hát érom, mehetnénk kajálni, csak nincs idő rá, mert ha két órát itt vagytok, utána hazamentek, lefürdötök, hogy ne Termál visszagúak legyetek, akkor pont öt óra lesz, és, és irány az Uránia. Ú, tényleg, tényleg. Tehát nekünk nem jutott már idő egy közös ebédre, mondjuk. Sajnos. ja. Egyébként ö, szerintem ö, ö, Jimmy egy óriási figura. Tehát minden, minden egyes képet, ahol őt a háttérbe lehet látni, abszolút fotobomb. Az arc, tehát nem létezik, hogy meg ő nem adná a képet. Nem, mert földobja inkább, így mondom. <coughs> Zseniálisat röhögött egyébként azon is, amit küldtem neki. Ö, aztán aztán Timothy is ö, baromi jó figura volt, ugye az egyik zeneszerzője, vagy társzeneszerzője a, a filmnek. De... Igen, aki nem csapta el a hasát, igen. és képes volt szocializálódni. Igen, igen, igen. Hát szegény Steve, az az végig bekelte a, a, a három napot, úgyhogy a premieren is látszott, hogy elég kutyául van. Mindegy. Ö, én abban reménykedek, hogy. ja, ez csak súgom. Ez csak súgom. Ö, írtam jimmy a fotók miatt, úgyhogy. Hm nekem küldi valamikor egy-két napon belül, most már írta, hogy küldjek neki e-mail címet, amire majd tudja küldeni oh, és akkor, azt nem tudom, neked mondtam-e, de ez utána jött egy ilyen egy ötlet a Fifika felé, mondtam, hogy van nekünk ez a rengeteg fényképünk, még Jimmy-től megkapom az ő fényképeit, és összeállítok akkor belőle egy, egy, egy igazi fotókönyvet. És akkor azt megcsinálnánk szépen, elején, mit tudom is én, az uráni a hátulján, a Billion lives háttérkép, ö, oda a ébe írsz valami szöveget, hogy várunk titeket vissza, meg milyen jó volt meg a jó, jó. mit tudom is én, micsoda. És akkor azt ö, megcsináltatjuk a nyomdával, elkérem Jimmy-től a éronnak a, a címét, és így kusba így feladjuk neki postán. Hát, ha egy picit megint ö, 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 jó hírünket viszi ez is. Meg meg, sokkal meg jól az, fog esni hogy... nekik. Igen, meg hát hogy egy fizikai valójában. Ö, milyen volt egyébként az oszlói? Ó, nem tudom most a linket, nem találom, de várjál, itt van a budapesti premierről egy képes, képes könyv, gyere mutatom. És akkor azt így, hát ez így fizikai valójában lehet lapozgatni majd. Az az egy örök emlék szerintem. Nekünk is az egyébként. Tehát ez, ez nekem egy ilyen ö, best memories ever. Ö, ez az egész ö, három nap tehát amik ott történtek, az, az, az szerintem mindig Jaj. meg fog nekem maradni, mert sok szenvedés volt, de, de baromi jó de volt. Megérte. Igen, éronékkal találkozni, a, a vaperekkel találkozni, akkor is, hogyha fú, annyi mindenkivel akartam beszélni, de hát sose jut ilyenre idő. Jó volt, jó volt, jó volt. Na, gyerekek, ugorjunk rá a pörre, mert sose végzünk. Igen, átvezetésképpen azt mondanám, hogy akkor most térjünk rá egy kevésbé vidám a témára, de tegnap óta volt alkalmam megemészteni a dolgokat, és arra jutottam, hogy egyáltalán nem szomorú a téma, úgyhogy térjünk át a pörre. Ugye tegnap volt a fővárosi törvényszéken az első fokú tárgyalás és ítélet hozatala az egyik adatigénylési perünknek, amelyet a villanypára egyesület nyújtott be, és 65 remek kérdésből állt. És. És sajnos, sajnos, sajnos a, a, a bírónő ellenünk ítélt, és nagyon-nagyon fura. Jövő héten jön majd meg a, 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 az ítélet szövege, meg ilyesmi, de hát ott helyben is elmondta a dolgokat. És én ugye készültem egy közel 20 oldalas összefoglalóval a... Ezeknek a, a közérdekű adatigénylési pereknek itt már az a lényege alapvetően, hogy melyik nagyobb közérdek, hogyha kikerül az adat, vagy sem, erről kellene szólnia. És... Nagy bánatomra igazából ideig el se jutottunk, mert a, a, bírónő úgy határozott, hogy szerinte, és megpróbálom nagyon nyakatekert a gondolatmenet, de megpróbálom egyben elmondani érthetően, hogy ha én kérdezek tőled valamit, és ahhoz, hogy te arra a kérdésre válaszolj, az az ismeret a te birtokodban van, hogy meg tud válaszolni ezt a kérdést, na ez az ismeret, ez nem adat. És ha ez az ismeret nem adat, akkor adatkérésben sem kérhető ki. Történet vége, viszlát. Ennyi. Nekem ez a. Átnéztem az anyagot, amit átküldtél. Azt gondolom, hogy a további perekbe lehet, hogy nekünk jogi szakértőkre lesz szükség. De, de rettenő jó pofa volt a, a nefi által benyújtott anyagban. Ez a teszi mindezt kifejezetten egy lobby szervezet, egy az adott termék, illetőleg termékcsoport fogyasztását népszerűsítő, propagáló egyesület nevében, amely egyébként részben olyan személyekből áll, akik korábban az adott termékkört értékesítették, azzal kereskednek, Nyilvánvaló, hogy a termékek minősítésére, forgalmazására, kereskedelmük esetleges korlátozására vonatkozó jogi szabályozás vagy ennek változása ezen személyi kört anyagi érdekből is jelentősen érinti. Hát most közlöm veled, barátom, hogy te gyakorlatilag ezt a termékkört betiltottad május 20 óta az országban. Megszüntettél minden kereskedést, amelyik volt. Úgyhogy hát így néztem ezt a szöveget, nem is értettem, hogy miről beszél. Hát a, a, bocsánatot kívánunk tényleg, hogy értünk hozzá. Mosakodás és a sározás egyébként, ezt azért kaptuk, mert én ott tizenpár pár oldalon keresztül tételesen felsoroltam, hogy milyen brutálisan szar a nefinek a szakmai tevékenysége, és hát ez alapvetően erre lenne egy, egy válasz. Azt mondjuk személyes értésnek vették, hogy Dohány az fókuszpontnak nevezted őket az egyik beadott anyagukban. Nem én voltam, anyagukban. kérlek szépen, hanem ugye Blacky ECG Jó, Info blogján. Jó, de, de, a... ezt te csatoltad be. Természetesen én csatoltam be, de hát most miért? Hát Egyrész... azért, azért, mert, mert a kurvára alkalmas a hangulatkértésre ellenünk. Én azt gondolom, Fifika, erről, hogy az írás tartalma a lényeg, és Blacky, mint magyar állampolgár joga van a szabad vélemény nyilvánításhoz, tehát ebbe belekötni egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen kicsinyes dolognak érzem, nyilvánvalóan nem érthető, hogyha nem esik jól nekik ez a dolog, nekünk nem esik jól, hogy hogy embereket küldenek a halálba, és tönkrevágják a, a hobbikat. Illetve glicerint a végbélbe. És glicerint a végbélbe, igen. A másik oldala egyébként ennek az egész dolognak is tényleg próbálom gyorsan elmondani, hogy mi van, hogy a, a, az Egészségfejlesztési Intézet azzal érvelt végig alapvetően, hogy ugye ők azt állítják többször több helyen, hogy a teljes rendelkezésre álló szakirodalmat feldolgozva jutottak az álláspontjukra, és azt tükrözi az ő összefoglaló jelentésük. Na most az én olvasatomban, ha valaki azt állítja, hogy a teljes szakirodalmat feldolgozta, akkor a szakirodalom bizonyos elemeire vonatkozó kérdések, hogy azt ugyan miért nem dolgoztátok föl, a speciál az ő szakmai tevékenységükre vonatkozik. Ha ők valóban nem hazudnak és feldolgozták a teljes rendelkezésre álló szakirodalmat, akkor elég hülyén hangzik, hogy nincsenek birtokában annak az információnak, hogy bizonyos uh, műveket Miért nem, vagy miért kontextusából kiragadva dolgoztak föl. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy nincsen birtokukban az, az információ, hogy miért döntöttek így vagy úgy ezzel a kapcsolatban, akkor ők egyúttal azt is állítják, hogy halvány illa gőzük nincs arról, hogy mi miért keveredett bele az ő dokumentumukba. Úgyhogy ez egy egészen érdekes, igazából szerintem a nefi érvelés vég elképesztő brutálisan, büdösen sántított. Én nagyon durván demonstráltam, hogy itt igazándiból tényleg nagy disznóság van, és a közérdek az diktálná, hogy a köz megismerhesse ezeket a dolgokat. Hát a bírónő egy ilyen absztrakt technikai dolgba kötött bele, hogy szerinte az nem adat, az ismeret, amikor egyébként Háj, a törvény Christian. is úgy fogalmaz. Igen? Mit mondtál az előbb? Kíváncsi vagyok, ez egy ilyen dramaturgiai mondandó csak, hogy vissza most? Szerinte. Ez mi a faszom? Ez mi a faszom? Mi az, hogy szerintem? Hát ő így ítélte meg. Figyelj, olvasjuk majd el. Ezt beszéltük tegnap este Krisztiánnal, hogy nincs ilyen jogi, illetve veled is, Csárli. Lehet, hogy már ma találkoztam veled, de hogy ez még tegnap éjszaka volt. Jó, hát lehet, hogy az írásos határozatban már nem az lesz benne, hogy szerinte, de alapvetően ez volt a, 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 az üzenete, amit ott, ott fölolvasott. És hát az egésznek az a lényege, igazából azt kell látni szerintem, hogy, hogy ez az egész per, ez arról szólt, hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet meg az összes lúdítja igazából a hattyú dalát énekli. Ezt pontosan tudjuk. Hogy meddig tart ez a dal, azt szeretnénk lerövidíteni. Ha ezt most így... Zsinórba megnyertük volna, és erre még egy mondatot majd szánok, még ha ezt most így csontra megnyertük volna, akkor az történt volna, hogy egy kicsit rövidebbre tudjuk venni ezt a dolgot, egy kicsit megkönnyíti a dolgunkat. Nekünk ebbe a történetbe sosincs könnyű dolgunk, úgyhogy miért pont most lenne könnyű? Üh, igazi nagy, brutális tétje nem volt ennek a, a, a dolognak. Uh, nyilván jó eset volna, hogy ha, 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 ha nyerünk, viszont azt kell észrevenni, hogy ez egy elsőfokú tárgyalás volt. Tehát, uh, ha, ha mi nyertünk volna elsőfokon, akkor valószínűleg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet fellebbez, és akkor most meg izgulhatnánk azon, hogy mi lesz másodfokon, a fellebbezés követően. Hát most mi fogunk fellebbezni, és, és ott, ott és meg már. Nem ennél nem. rosszabb már nem lehet a másodfok. <laughs> Igen, ennél rosszabb nem lehet a másodfok. Egyrésztről, másrésztről, meg másodfokon, ha jól emlékszem, három bírói bizottság tárgyalja át ezt az egész történetet, nincs már ez a színjáték sem, az asztal két oldaláról, stb. 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 Úgyhogy egy viszonylag egyszerű lefolyású történet lesz, és ott egy vélemény viszonylag keveset nyom a ladban, amikor három bíró együttesen átbeszéli a dolgokat. Úgyhogy egyrészt a történetnek egyáltalán nincsen vége, másrésztről húsba vágó tétje a dolognak nem volt. Másik oldalról viszont Elképesztően remek érzés volt nézni azt, hogy a dohányzás fókuszpont vezetője fölkel az asztalom mögül és átszammog a város másik végébe, hogy leüljön és végighallgassa a mondani valónkat. Már, már ezért megérte szerintem. Ami miatt meg végképp megérte a dolog, az a hét vicce. Ez konkrétan tegnap hangzott el az Alperes Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet ügyvédjének a szájából ez a mondat, és azt hittem, hogy beesek a szék alá. Próbáltam volna reagálni rá, de a bírónő már nem, nem, nem volt hajlandó, nem, nem igazán regisztrálta, hogy én itt még reagálni szeretnék. Az Egészségügyi Világszervezet igenis egy átlátható intézmény, hiszen minden dokumentuma megtalálható az interneten. Akkor, Vicc vége. akkor mi is azok vagyunk, minden dokumentumunk megtalálható az interneten. Sőt, adunk nekik még show notes linket is. Istenem, ez... Jó, a Ezen kép. azóta se bírok napirendre térni. Bedob... Még valamit akartam mondani egyébként, de most már nem fogod hagyni. De nyugodtan mondjad. De most már elfelejtettem. Hát, ha egy szófoszlány elég neked hozzá, akkor ott tényleg bajok vannak. Csak annyit akartam mondani, hogy bedobtam a kavicsot az állóvízbe, beírtam most gyorsan a párásítóba, hogy nem tudom, mikor kerül ki a mai podcast. Se baj, se baj utána úgy is lesz pár hét szünet. Na, itt akkor elindult a komment szunami. Vicces bo bolondozó? Mi szünet? -bolo <laughs> Még a szopoknyalok gombot varok kezdetű bejegyzésre várunk. <laughs> Készítettem egyébként a gőzlére egy írást és egy ilyen írásos összefoglalót, majd később kiteszem, nem akartam kitenni a felvétel előtt, hogy ne Szuppanjanak rá az emberek százával fölöslegesen. Ott azért egy kicsit összeszedettem, és összeszedtem a, a, a dolgokat. Illetőleg megvan, bocsánat, még azt szeretném mondani, hogy arról se feledkezzünk el, hogy a héten benyújtásra került ugye a fogyasztói alkotmányjogi panasz, úgyhogy az is ketyeg. Minden zsír. Van mire várni. Hogy miért lesz pár hét szünet? Én a jövő héten. A... Olyan messzire kerülök Magyarországtól, hogy még életemben nem voltam. Várja, Magyaror Magyarországtól, és amíg dócon is botrányosnak mondható nettől, tehát olyan helyen leszel, igen, hogy nem, hogy igen. szar lesz, hanem semmilyen. Aztán nem, nem tudom, Charlie, tehát Hát azért én, tudom, én tudom, mert ott vannak arra arrafelé, és nagyon szar. Narniába leszel, fifi? így, ahogy, így, ahogy mondottad, itt bemegyek a ruhászekrénybe, azt egy két, két repülővel egy tíz óra repülés után majd egyszer csak norniában leszek, igen, igen. De azért majd próbálok egy-két, nem tudom, lehet ott videózni, Csárli, ha neked van ott ismerősöd? Hát ő szokott csinálni, de, de nem nyílt helyeken, úgyhogy azt nem tudom, hogy ő... Az úgy, úgy lehetséges-e? Hát próbáld meg, hát most mi lesz? Maximum nem engednek haza. Pff, azt akkor mi Maximum van? kivégzik. Ennyi. Rakétával? Hát ennyi. Rakétával. Ennyi. Tehát na, okay. annyi akkor így kiderült belőle, hogy ö, nem nyugatra megy Fifika, hanem hanem a távol keletre. keletre. Keletre, tehát így ráuntam a román barna medvére, most megnézem, hogy milyen a panda. <coughs> Egyet láthattál oh, már a vetítésen. Igen. Igen, igen. A csak mi pandánk az, az, a, mi pandánk, igen. De hova mész pontosan? Nem annyira szőrös, nincs két monokli a szeme alatt, de mondjuk ezen lehet segíteni. Persze nem, 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 nem. nem. Szeretjük. Szeretjük. Na, szóval hova mész pontosan? Uh, hát ez egy nagy körút lesz. Uh, mert, a nagy körútra jössz. Hát tegnap, Na, egy órát mentem a körúton. Egy órát, azt hittem megbolondulok. Ez egy nagy körút lesz, mert Hongkong, Shenzhen és Shanghaiból jövök vissza. Úgy, de mindenhol szakmai sztorik lesznek, úgyhogy hát szurkoljatok. Csak a szurkolunk, az jó kis körút. Csak a hát Igen, Hongkongban be van tiltva konkrétan az elektromos cigaretta, még a birtoklását is. Bírtati. Na figyelj, ez az, ez az. Mújó, mondjál erre okosat. Odaérsz Hongkongba, zsebedben az elektromos cigarettát dal. És ott igen? Mi lesz. Be van tiltva. Én meg... Még a birtoklása is. Diplomatic immunity. Ne, ne, ne nézz sem erre, csak haladj előre határozottan, és skandáld az, hogy diplomatic immunity. Igen, igen. A más nem csak ezt. Mert egyébként én azt mondtam Fifikának, hogy vigyél oda valami olyan ótvart, amit nem sajnálsz, hogyha, hogyha elkoboznak. Hát ne a izével mennyi origen kazánnal, meg a tököm tudja milyen stabilizált fa mododdal, mert a fene tudja. És lehetőleg ne ilyen boxmod kategóriát, hanem tényleg ilyen cigiformájú szart, amit hogyha bedobsz a táskádba, akkor sem veszik észre, és Fifi kap Vagy még egyszer mondom. mint az ilyen mondom... akciófilmekbe, amikor át akarnak jutni a vámon a, a mesterlővészek, és ilyen nagyon gagyi mehamodot szétszerelve, és a, tudom én, a tal kapcsoló a sarkadban, a cipődben, a <síl> cső <síl> valami, hogy esernyőre. Ja, igen, és a szemcseppben ilyen tulajdonképp James tulajdonképpen izé van, likvid van. <síl> 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 <Ja>. <síl> most, most nézem, van, van nekem ez a kedvenc öh, kicsi készülékem a mini van, hogy én azt álcázni fogom ceruzának, vagy valami ilyesmiért. De figy, a levesedre ráírod, hogy inzulin, ahogy hívjákra, meg belegravírozod a mehába, hogy... hogy mi? Zseblámpa. Diabetic injector, és... <gül> <gül> Ennyi. Ja, azt mondtam Fifi egyébként, likvidet vigyen ki vizébe, ilyen, tudod, ilyen hand sanitizer anyám kínja, kis átlátszó flakonba. Mi az? tisztító fertőtlenítő, vagy vagy szappan, vagy bármi. Na, akkor Igen, még ez lehet, után hogy... Ezúton is szeretném jelezni az összes ismerősömnek, hogy már ne írjanak, hogy milyen órát és milyen telefont hozzak, oké? Okay? Igen, mert az összes karja tele lesz, amit nekünk hoz majd arany Rolexeket, <laughs> meg, meg Breitlingeket, egyik karjának mújó órái lesznek, a másikon az enyémek. Még a bokádon esetleg hozni. Nem, 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 Takájert hozok, Charlie. Taká. Ja, hát persze, arra nem gurítunk, igen. Szarra nem gurikázunk, érted? Ennyi. <laughs> ja. Hát úgyhogy, ha vissza, visszajöttünk, akkor biztos, hogy lesznek, uh, remélem lesznek jó sztorik. Jó, hát ezt a ha-kiszelőztünk, hát ott a ha az bold, 32-es betűméret aláhúzva háromszor. Igen. Tehát várjuk igen. meg, míg visszaérsz. Igen. Ha nem, akkor, ha nem, akkor mikor azt mondják, hogy egy telefonhívásod lehet, akkor a plusz 36-ot üsd be az ügyvédet száma elé, hogy, hogy el tud érni, vagy hívjál minket, és intézzük. Oké, <laughs> oké. <Okay. gül> okay. Ennyi. Na, a gyerekek szerintem ez egy jó kis pörgős podcast lett. Hát <laughs> ö, még annyit tegyünk hozzá, hogy nyalogattuk egymás lelkét, ö, nyalogassuk körbe az mi podcast Patreonjaink lelkét is, hiszen nem győzzük elégszer megköszönni, hogy nélkülük meg a mi adásunk nem lenne, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Így van. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. köszönjük! Köszönjük! Ami még eszembe jutott, és ezt hagyjuk meg a következő adásra, Ö, de, de maradjon prioritásban, Krisztián. Neked csak két szót mondok, tudni fogod, mi a téma. Szöveghibák. Igen. Ö, azt, azt, azt úgy kéne prioritásba tartani, hogy tényleg ne felejtsük el, hogy nehogy esetleg, ha valamikor kikerül, akkor olyan, tényleg egy mondatban csak olyan hibákat ö, találtunk a feliratban, menet közben, ami sem magyart javítva, sem az angolból magyarra fordítva nem jött ki, mert kellett hozzá, hal, volna hallani a, a filmet, a kontextust. Volt ott ö, egy ö, már az angolban is félrefordított ö, szó, ami ráadásul egy szám volt, és elég jelentőségteljes szám, illetve ilyen apróságok voltak, de három-négy ilyen van, és azt, azt ki kell, hogy faszázzuk. Jaj. A másik pedig, hogy ö, megszűjük, hogy, ö, hogy mi legyen ö, azzal a listával, amit úgy hívnak, hogy kik nem jöttek el. Már hogy azok közül, akiket meghívtunk, hogy esetleg a négy vármegye négy sarkába véres ö, pergamenre fölírjuk-e a nevüket, és kitűzzük örök mementóként. Én kifundáljuk. Ö, igen, és, ö, és ki fogjuk addigra fundálni azt is, hogy mi legyen a azokkal a roppant ö, exkluzív ö, ajándékokkal, amik ö, nálunk vannak. Ö, az biztos, hogy többen jeleztétek, hogy szeretnétek ilyen ö, nyakpántot, ilyen Billion Lives-os nyakpántot, azt, arra látok esélyt. Ö, azt még megszűjük, hogy a, a VIP meg díszvendég passzokkal mi legyen, mert én úgy gondolnám, majd ezt egyeztetjük, hogy az azért volt VIP, mert meg azért volt díszvendég, mert azok ö, ö, jogosultak rá valamilyen módon, tehát azt nem szeretném kiadni, de van nálam két dedikált passz, azt, azt meg fogjuk szülni a sorsát, és van még nálunk más is. Van még nálunk más is. Ezt tegyétek el. De arról, de arról nem nyilatkozunk. Nem bizony, ö, addig lehet ötletelni az adás linkje alatt, vagy a Facebookon, hogy vajon mi lehet ez. Van rá két hetetek, mi pedig addig kipihenjük a fáradalmakat, Fifika pedig elmegy nekünk óra, aranylánc és egyéb exotikus dolog beszerző körútra Kínába. Örülök, hogy velünk voltatok az elmúlt öt hónap szenvedéses, szervezéses mizériájában, hogy végighallgattátok a, a lehet, hogy már sokszor unalmasnak tűnő, de a szervezéssel szerves egységet alkotó beszélgetéseinket. Most majd jönnek megint másmilyen témák, de egy kicsit mi És is. És micsoda témák vannak! Igen, egy kicsit mi is pihenünk, ö, kicsit ti is pihenjetek, ez azt jelenti, hogy a 150. jubileumi podcast nem februárban lesz. Ez mindenkinek csak jobb lehet, hiszen már akkor... Ez mondjuk nem is baj, igen. ...nyílt térben igen. tudunk esetleg gőzölögni. Úgyhogy ö, Fifika, neked jó utat, Mújó, mi Köszönöm szerintem szépen. még úgy is beszélgetünk, aztán ö, aztán majd kiírjuk nekik a Facebookra, hogy mikor jön a következő adás. Jó, ö, Mindenkinek, Pombolyás, Fifika. Igen. Mindenkinek még egyszer minden nagyon szépen köszönünk, sziasztok. Bízzatok a jövőben. Sziasztok, köszi, sziasztok.